A versenyre Borsoda-Bauer-Zemplén megyei, illetve felvidéki általános és középiskolás négyfős csapatok jelentkezését várták a szervezők. Felvidékről összesen 30 csapat nevezett, 15 általános iskolás és 15 középiskolás csapat, a megyéből pedig 47 általános és 27 középiskolás csapat pályázott. A középdöntőbe 15 általános iskolás és 12 középiskolás csapat jutott be. Az általános iskolásoknál Aktelek, Farkasjuk, Bánhorváti, valamint a Sajó-Szentpéteri Kossuth Lajos és az Ózdi II. János Pál katolikus általános iskola versenyzett, a középiskolásoknál pedig a Kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc gimnázium mellett az Ózdi József Attila gimnázium, a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium és a Miskolci Alvasi gimnázium szállt versenybe. Brézai Zoltán szervező stábunknak elmondta, hogy ebben a tanévben immár 4. alkalommal szervezték meg a versenyt, mert fontosnak tartják azt, hogy a fiatalok is szeressék és szeretettel használják anyanyelvüket. Ugye ez Mács József emlékverseny lett ettől az évtől kezdve. Mács József az elmúlt év, tehát 2017. szeptemberében hunyt el, felvidéki magyar író is. Neki volt egyik arszpoétikája a magyar nyelvnek a szeretete, a magyar nyelv ápolását nagyon fontosnak tartotta, ezért is esett rá a választás, hogy most az ő nevét viseli ez a bizonyos anyanyelvi játékok, játékos anyanyelvi, és itt a cél a játszva tanulás, az, hogy egy picit játszva sajátítsák el a nyelvi szabályrendszereket a fiatalok, és hát úgy látom, hogy élvezik ezeket a bizonyos fejtörő feladatokat. A megmérettetésen az általános iskolások kategóriájában első helyen az Akteleki Általános Iskola végzett, középiskolások közül pedig a Kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium a harmadik helyen állhatott dobogóra.